azért egy-két helyen pici összetalálkozásunk volt az életben, ha nem is teljesen direkt módon, de például egyszer voltam a szemét, és akkor azt hittem, hogy nagyon megharagszol rám, hogy a lányodat, Zsófit, én tanácsoltam el többek között az X-faktorból. És akkor azt gondoltam, hogy ezt nagyon magadra fogod venni, és nagyon fogsz rám haragudni ezért. Dehogy haragudtam. De utána meg egyszer emlékszem, hogy találkoztunk egy mozinál, és addigra már az én gyerekemnek meg volt a Honey Beast zenekar. És hát te a műsorból tanácsoltad el, nem az éneklésről tanácsoltad el. Annyira így van, hogy utólag én is visszajátszottam magam, hogy mit mondtam, és azt mondtam, hogy nagyon-nagyon tehetséges, érződik belőle a kisugárzás, nagyon jól énekel, egy érdekes csaj, de hogy Az a verseny, ahol kicsit, hogy mondjam, csak ilyen, hát ilyen popszárosabb, slankosabb ízéket, ott nem biztos, hogy neki versenyezni kell. Szerintem ez olyan nehéz dolog az életben kiválasztani, hogy hol kell nekünk igazán sokszor versenyezni. Ez az én hibám volt, hogy én oda elküldtem, hogyha ez így, ez az én hülye ötletem volt, igen, én akartam. És ezt azóta már többször ritkán bánok meg dolgot, de itt be kellett ismernem, hogy ez az. Ez azért is fura, mert azt tudom, hogy te például nem szereted a versenyt, mint őt. Nem szerettem, de azt szerettem volna, hogyha ő nem tudom, ez én hülye ötletem volt, hogy menjen el. Úgy általában az életben nem szereted a versenyt, hanem szereted kijelölni azt, hogy hol, majd te ott megleszel, nem? Igen, mert az a baj, hogy amikor meg már győztes állapotban vagyok, akkor megsajnálom, aki mögöttem van, és utána meg az meg úgy lehagy, hogy jaj, utálom. Igen, tényleg. A színházban az a jó, hogy ott megvannak a helyek, ott kipróbáltuk a dolgokat. Meg a szerepek, hogy... Igen. De azért szereted, hogy te játszod a főszerepet, nem mondd, hogy nem. Én főszereplő típus vagyok. Én azt tudom jól csinálni. Ez tényleg így van. És hogyha kis szerepem van, akkor két eset van. Akkor elhúzom az, érted, hogy elhúzom a abroszt, érted? Egyszerűen ahova én leültem, magamra rántom. Csak hogy figyeljenek oda egy kicsit jobban. Nem akarom, én nem akarom, ez így van. Okay. Ez így van. Tehát akkor olyan kis szerepet kell adni, ahol ott abban a pillanatban ott én vagyok. Neked olyan kis szerepet kell adni, ami nagy.